Na, szevasztok srácok, Pauker Bence vagyok, és ez itt a Video Killed Vlog 35. része. A mai adásban egy Fusion tutoriállal fogunk tovább menni. Én ezt a tutoriált JRTV vlogjáról láttam körülbelül fél éve, egy éve. Megcsináltam, nagyon sok hasznos infót leszűrtem belőle, és igazából elfelejtettem egy csomó mindent, hogy hogyan kell megcsinálni, és a napokban megcsináltam újra ezt a tutoriált, hogy felelevenítsem azt a tudást, amit ez a tutoriál átad, és hát így megcsináljuk együtt ezt a head-up display-t, tehát animálunk egy head-up display-t 3D-ben, különféle, tehát 3D-ben síkokat fogunk eltolni, keyframe-ezni fogunk különféle alakzatokat fogunk metszeni egymással. Még egy olyan hatás is lesz a végén, mint hogyha ugye kis mélységélességgel vette volna a kamera, és nyilván a kamerának a mozgását, tehát ugye a kamera szemszögéből fogjuk elkészíteni az animációt, és ugye ezt fogjuk megcsinálni, szerintem vágjunk is bele. Kezdeném azzal, hogy proxizom a Fusion-t, hogy gyorsabban vigye ezeket a relatíve komplex animációkat a gépem. Elég gyors gépem van, de ennek ellenére szükség van erre, úgyhogy én is ajánlom nektek, itt a rendercash user, ezt pipáljátok, timeline proxy mode, half vagy quarter resolution, itt ugye ezeket pipáljátok be, és akkor ugye van olyan itt, hogy Fusion settings, és itt a generalba állítsátok be azt, hogy proxy update all, és 30 az egyhez legyen a minőségromlásnak az aránya. Ide még kattintsatok be, és ezeket pipáljátok vissza, tehát ugye a high quality motion blur az ne legyen rajta, hangsúlyozom, a rendernél ezeket automatikusan visszarakja, tehát nem fogjátok ezt elfelejteni, és itt a proxy-t, meg az autoproxy-t pipáljátok ki, és így biztos, hogy villámgyors lesz a gépetekhez képest a Fusion. Akkor kezdjük azzal, hogy berakunk egy backgroundot, és a backgroundra rámegyünk, és nyomunk egy ilyen ellipszet. Ha akármelyik képtérfélre be akarjátok rakni az aktuális nódotokat, azt úgy is meg tudjátok csinálni, hogy megfogjátok a nódotokat, és odahúzzátok az aktuális képtérfélre, de úgy is, hogy ugye ezeket a kis lámpákat pipálgatjátok, jó? És most ugye erre a backgroundra vagyunk kíváncsiak, tehát ez az ellipsz, ez igazából kimetszett a backgroundunkból egy kört, expression-t csinálunk a width-re, behúzzuk ide a height-be, és akkor ugye így egyszerre tudjuk ezt a két paramétert állítani. Rendben, megvan az ellipszünk, és ezt Ctrl-C, Ctrl-V-vel másoljuk, és ezt az ellipszet egy kicsit a méretét levesszük ennek az ellipsznek. Csak így ennyit körülbelül, és itt beállítjuk azt, hogy subtract. Tök jó, és akkor csinált nekünk egy ilyen élt. Létrehozunk még egy backgroundot, és ugyanígy igazából egy ellipszist hozzárendelünk. Ezt ugye így összekötjük, és ezt a merge-öt rakjuk be ide, hogy ugye mind a kettő részét lássuk a kompozíciónknak, és akkor itt azt csináljuk, hogy ezt az ellipszet ugyanígy expression-nál bekötjük a helyre, és ezt ilyen nagyon kicsi körre levesszük. Nem kell megijedni, hogy így néz ki közben, míg mondjuk az egérre a paramétereket állítotok, hogy így néz ki ugye közben a mutatom, hogy hogyan a visszajelzés, tehát ez nem ilyen lesz, csak tehát így segít a Fusion, hogy minél kevesebb memóriát használjunk fel. Szuper! Ugye itt nagyon lekicsinyítettük ezt az ellipszisünket, és hogy ezt ugye finoman tudjátok ezt a paramétert hangolni, a Ctrl-t lenyomva és az bal egér gombot megnyomva finoman tudjátok a méreteket, meg hát ugye minden paramétert, amit bevisztek, hangolni. Szuper! Megtörtént ezt ugye, odaraktuk ezt a kis pontot, és ugye az ellipszen maradva ezt a pontot, ezt elhúzzuk ide felfelé. Szuper! Hát talán lehet, hogy még egy kicsit kisebbre vesszük, de ezeket aztán
majd finom hangoljuk útközben, tehát nem kell aggódni ezeken a dolgokon. Most ugye itt a background node után csinálunk egy olyat, hogy duplicate, és berakunk egy ilyen duplicate node-ot. És itt ugye azt akarjuk csinálni, hogy ezeket a kis pöttyöket szeretnénk, hogyha ugye ott a körünk mentén, a belső íven megsokszorozná. És akkor ugye ezt úgy lehet csinálni, hogy csináltok sokkal több kapit. Mondjuk mit tudom én, 15 ilyen 15-ször lemásoljátok azt a kört. Elkezditek ugye ezt így elhúzni ezt a paramétert, és akkor itt a szögértéket változtatjátok, és így látjátok, hogy igazából amennyi szögöt változtattok, annyi lesz a pontok közti távolság. Viszont ezt így igazából precízen nem fogjátok tudni beállítani, és ezt úgy érdemes beállítani, ugye, hogy itt a kopinál beállítottátok, hogy 15 másolata legyen ennek a kis körnek, és az angle-nél pedig úgy írjátok be, hogy 360 van a 15, hát mert ugye 360 fok a kör, és így igazából biztos, hogy ott lesznek a pontjaitok, ahol szükség lesz rájuk. Tök jó. Oké. Hát nem tudom, lehet, hogy még egy kicsit sűrűbben raktam ezeket a pontokat, hát legyen 17 kopi, és átírjuk itt az angle-nél, hogy 360-ban 17, és akkor így rakja szépen helyre őket, mondjuk. Szuper! Igazából megint az a feladat, hogy létrehozunk egy backgroundot, két ilyen ellipszist, amivel ugye subtract-tel az egyik ellipszisből a másikat kimetszük. Legegyszerűbb, hogyha egy ilyen Ctrl-C, Ctrl-V-vel ezt az egész láncot ide beillesztjük, és akkor ezt összekötjük egy merge node keretében, és itt annyit csinálunk, hogy ugye itt a nagy ellipszist azt behúzzuk ide, azt, ami kimetszi belőle, azt meg behúzzuk így mögé, subtract, és ugye azért nem látjuk, mert a merge-ot kell ilyenkor berakni oda, és akkor már ugye látjuk is. Oké, és körülbelül olyan hasonló szélességűre vesszük, mint a külső körívünk. Jó, mondjuk. És akkor csinálunk egy olyat, hogy ide beillesztünk egy rectangle-t. Nem ide, hanem lehet, hogy ugye ezután rakjuk be, várjatok csak. Megnézzük. Mondjuk így, és akkor subtract, invert, igen, így van. Rossz helyre raktuk, ennyi, hogy itt a background után duplikéttel berakunk egy duplikét nódot, és akkor itt is, mit tudom én, 7 másolatot csinálunk. Nem is így, mert ugye így nem fog kijönni ezzel, ugye szórakoztam már, amikor megcsináltam ugye napokban ezt a tutoriált. Úgy csináljuk, hogy ezt a rectangle nódot ezt elhúzzuk erre, és csak ezt a kis kör cikket fogja kijelölni, vagy hát ilyen if cikket fogja kijelölni. És akkor itt a duplikéttel 7 egységet állítunk be, és akkor itt az angle-nél 360-ben a 7. Megint létrehozunk egy backgroundot, most ugye másolhatnánk is, de ismétlés a tudás anyja, ti is valószínűleg jobban megértitek, jobban rögzül, hogyha ezt így csináljuk, úgyhogy ne legyünk lusták rá, itt is ugye merge-el összekötjük, hogy az egészet lássuk, áthúzzuk ide, és ezt az ellipszet, tehát itt a width expression összekötjük a 7-tel, és a 7-nél szépen lekicsinyítjük. Körülbelül ekkorára még egyszer hozzáadunk egy ellipszet, úgyhogy ugye ezt másoljuk, és akkor nem kell az expression-t még egyszer megcsinálnunk, és szépen ezt ugye megint egy kicsit kisebbé levesszük, leszedjük.
hogy megint csak egy olyan körvonal maradjon az egészbe. Tök jó. Mondjuk, és akkor itt is ugye subtract. Meg vagyunk ezzel a belső körrel. Most itt ugye annyival bonyolítunk, hogy itt az egészhez hozzáadunk egy rectangle-t, tehát egy négyszöget, és ezt kicsinyítjük, úgy tudja a szélességét így precízen, hogy azzal lehessen irányítani, azzal visszavesszük magasságot, megint csak ugye visszavesszük, és ezt az egészet ezt eltoljuk felfelé, hogy becsatlakozzon. Oda abba az évbe, hát még egy kicsit lejjebb veszük a hétet, a magasságát, még egy kicsit feljebb toljuk. Szuper! Ugye ez akkor becsatlakozik a backgroundba, kicsit odébb rakjuk, hogy átláthatóbb legyen, nyomunk egy duplikétet. És egyszerűen, ide beírjuk, hát nem tudom, találomra 17, és akkor elosztjuk ugyanígy az angle 360-ben a 17, és nekem tetszik mondjuk, hogy ez jól néz így ki. Oké, csinálunk még egy olyat, megint csinálunk egy ilyen alakzatot, mutatom, hogy mit, ugyanígy, igazából ezt is tudjuk másolni, és azt kérlek szépen, az melyik is volt, arra vagyok kíváncsi, ugye ez volt, ugye most ezt a merge-öt ide helyezem, hogy a teljes ábránkat lehessen szépen látni, és akkor igazából ezt a láncot pedig fogom, és Ctrl-C, Ctrl-V-vel ide beillesztem, és egy merge-el itt összekapcsolom, ezt a merge-öt ide megint bedobjuk, és azért nem látjuk, mert most ugye fedi ezt. Úgyhogy szépen azt csináljuk, hogy elkezdjük az ellipszeket a megfelelő helyére rakni. Ugye idáig be kell szűkítenünk ezt az ellipszist. Miért nem látjuk? What? Ezt az ellipszist ugye beszűkítjük, hát látjuk, nem tudom, hogy mi van, mi volt. Oké, beszűkítjük ezt az ellipszist is, és akkor helyére kerül elvileg a dolog. Így van. Jó, megcsináljuk úgy, hogy esztétikus legyen. Mondjuk valami ilyesmi. Lehet egy kicsit még én kitávolítom ezt. És ne legyen ennyire szimmetrikus ugye ezzel, ami kint van. Itt mondjuk a rectangle-be vegyük le, kicsit el is húzom, hogy jobban elkülönüljön, vegyük le itt az inkrementumoknak a számát, a duplikétnél változtassuk meg. Változtassuk meg ezt is, ugye itt ennek a rectangle-nek a magasságát, és akkor kicsit ugye szűkebbek lesznek ezek a vonalak. Csinálunk megint egy backgroundot. Összemörgyözzük itt ezzel, és itt ugye megint ugyanaz, mint amit már ugye egész sokszor megcsináltuk, itt az ellipszekkel játszunk. Először ugye expression, height, tehát bekötjük, és bevesszük körülbelül, mit tudom én, egy ilyen méretűre. Megint ugye ezt Ctrl-C, Ctrl-V-vel másoljuk, és akkor most mi volt kijelölve nekem? Jó, vissza.
Igen, és akkor ezt mondjuk egy ilyenre vesszük körülbelül, és akkor itt is subtract-tel hagyunk egy ilyen nagyobb körvonalat, ilyen vastagabb körvonalat. Hát nyilván itt is finom hangolgathatunk, tehát úgy, hogy olyan esztétikus legyen az, ami eredményünk van. Hát én megmondom őszintén, nekem például valahogy, mint hogyha nem annyira tetszene itt ez, tehát ez az öt ilyen valami, tök egyszerűen megcsináljuk azt, hogy kirakjuk ide a szélére, és akkor valószínűleg egy kicsit színesíti a dolgot, tehát azért el nem tüntetjük, most csak ezért megoldjuk kreatívan a problémát, és akkor ugye ez a külső kör, ez lesz a belső kör, és a külső körnek annak kell egy kicsivel kisebbnek lennie. Azért ennél több fölét hagyunk rá. És ugye azért nem látunk semmit, mert ugye itt a rectangle-nek ki kell lógnia oda, igazából kilóg. Jó, itt a magasságát egy kicsit megváltoztatjuk. Nekem ez így jobban tetszik, Franco. Oké, itt annyit csinálunk megint, hogy itt is ezt egy kicsit megnagyobbítjuk, de tök jó, oké. Oké, tehát hogy meg vagyunk ezzel, és akkor Shift-Zó közzel létrehozunk egy olyat, hogy Mask Paint, és ezt bekötjük ide. És itt azt csináljuk, hogy itt fenn ezzel a spline eszközzel, ezt kijelöljük, és itt elkezdünk egy ilyen spline-t rajzolni körbe a vastag perem kellős közepében. És hogyha így majdnem körbeértünk, akkor itt megnyomjuk azt, hogy close the polyline, és akkor így bezárja ezt a polyline-t. És akkor ugye ennek az volt a lényege, vagy hát ez ugye azért jó, mert itt ezt a mask paint-nek ezt a spline-ját, meg itt ezt az ellipszet, ezt össze fogjuk kombinálni úgy, hogy ugye itt a masknál, nem itt az ecsetnél, nem brush controls-nál, ezt kiválasztjuk, és egy nagyobb méretre vesszük direkt, hogy ugye kimenjen a vonalon kívülre. Akkor ugye most jön az érdekesség, hogy átmegyünk ide az ellipsbe, és itt azt választjuk ki, hogy multiply, tehát ugye összekombinálja a kettőt, és ez azért lesz jó, mert itt a mask paint-be most tudjuk azt a paramétert variálni, hogy a Stroke Controls-ba, hogy Right On. Látjátok? Tök baba, nem? És ezt úgy fogjuk keyframe-ezni, hogy a legelső frame-nél Right On érték az nulla, és úgy csináljuk, hogy mit tudom én, eljövünk egy 40 frame-et, az durván másfél másodperc, két másodperc, hogy itt látjátok, hogy hányadik frame-nél vagytok, mondjuk mit tudom én, rámentek az 50. frame-re, hogy legyen kereken két másodperc, mi körbeér ez a valami, és akkor közben mentek, mert nehogy aztán gond legyen, és akkor bezárjuk ugye azt, és akkor így meg keyframe-eztük ezt a paramétert, látjátok? Most ugye nyilván most egy kicsit tölt a gép, tehát a két másodperc az gyorsabban el fog telni, és azt nézem, hogy sutty, tehát ez így ilyen lesz. Jó, ez lehet szerintem bőven gyorsabb, úgyhogy igazából átmenjünk ide a keyframes-be, és akkor megnézzük. Kérlek szépen, ez a Mask Paint Merge 5-nél vagyunk, a Merge 5-öt megkeressük. Merge 5. Megtaláljuk, így a mask, aha, jó,
stroke, és akkor itt van start end érték, itt látjátok. És ezt a start end értéket, ezt elkezdjük kicsit kisebbre venni, mondjuk egy másodperc, és akkor megnézzük, hogy így milyen. Betölti gyorsan, és akkor utána le tudjuk játszani. Rendesen. Ez már jobban tetszik, szuper. Még annyit megcsinálok, hogy itt a timeline proxy módba, quarter resolutionre beállítom, hogy még gyorsabban működjenek itt a dolgaim. Most azt fogjuk csinálni, hogy adunk az egésznek egy alapot. Behelyezünk egy background nódot, összecsukjuk ugye itt a keyframe-einket, és a background nódot bekötjük ide merge-el, de úgy, hogy ez a háttérben legyen, tehát background legyen a háttérben, eddig jók vagyunk, szuper, és akkor kiveszünk mondjuk egy ilyen színt, és ugye legyen ennél sötétebb. És itt a backgroundnál meg ugye csinálunk egy olyat, hogy itt meg csinálunk egy olyat, hogy ezt ugye így hagyjuk. Csináljunk még egy backgroundot. Ezt ugye összekütjük ezzel. Legyen ennek mondjuk a színe kicsit ilyen világosabb, és akkor ezt a merge-t ugye berakjuk oda, de ez ugye nem látszik, mert miért nem látszik? Mert nem látszik. Jó, csináljuk azt, hogy így kéne összekötni. Azért. Azért basszus. És itt ez a backgroundunk. Ez most ugye fedni fog. Ugye, tehát ez a háttérben van, ez az előtérben, nem pont fordítva kell, hogy legyen. Tehát ugye ez kell, hogy legyen az előtérben, és ez kell, hogy legyen a háttérünkben. Így van. És akkor itt a backgroundunkat, ezt egy rectangle-lel megspékeljük, és akkor itt ennek a magasságát azt megnöveljük, szélességét azt lecsökkentjük. Ugye ezt berakta nekünk most a háttérbe, itt most megint cserélni kell, ugye? Így. Igen, tehát hogy ugye a hood alatt legyen, de ennek a backgroundnak meg fölötte kellene, hogy legyen. Persze. Ezeket lekötjük, és ezeket kicseréljük. Kicseréljük ezeket. Így. Így fogjuk csinálni. Fogjátok érteni, hogy miről van szó, gyorsan képbe fogunk kerülni, ne aggódjatok. Itt ezt a rectangle-t egy kicsit a szélességét még visszavesszük, mondjuk valami ilyesmivé, és eltoljuk mondjuk ide. Majd background nódunk után berakunk egy duplikátet. De ezúttal úgy duplikáljuk, hogy copies, mit tudom én, 25, most csak így hasonlítésszerűen, és akkor itt úgy lesz, hogy nem az angle paramétert változtatjuk, hanem a center y-t, nem is a center x-et fogjuk változtatni. És látjátok, is elkezdte megsokszorozni a vonalunkat. Látjátok? És létrehozunk egy ilyen rastert mindjárt belőle. Visszaveszem fél felbontásom, ez így jelezhetetlen abszolút. És akkor itt a centernél az y paraméterünket húz, nem is, hanem a, még egyszer, az x paraméterünket húzzuk megfelelő helyre, és nézzük, hogy mi történik. Ugye?
Oké, több kopi kell, az biztos, tehát legyen 35, legyen még több, legyen 40. És akkor tuti, hogy kiférünk, és ugye ezt igazából, ezt a rectangle-t, ezt még jobban elcsúsztatjuk, hogy ne legyen probléma. Elcsúsztatjuk úgy, hogy valahol itt kezdődjön. Mondjuk így. És addig játszunk vele, ameddig olyan jól néznek ki ugye ezek a távolságok a kis vonalak között. Megint mit csinálok, gyerekek? Ugye az X-et húzzuk el, igen. Kontrollal, hogy finom változtatásokat lehessen csinálni, mondjuk. Én nekem valahogy így egészen tetszik. Figyelj, ugyanezt megcsináljuk úgy, hogy egyszerűen tudjunk dolgozni, igazából csak ezt fogjuk és átmásoljuk ide, és annyit fogunk változtatni ezen, ezt megint összekombináljuk, és annyit fogunk változtatni, hogy itt a rectangle, ugye megnyújtjuk a hosszát, lecsökkentjük a magasságát, és a szélességét is nyilván megnyújtjuk, berakjuk középre, teljesen végigérjen ugye, és akkor azért nem látjuk, ugye? Szupi. Most azt csináljuk, hogy kicsit finom hangoljuk ennek a magasságát. Ja Istenem, mi nem szóltok, hogy rakjam ugye így nagyra. És mondjuk nem is tudom valahogy így. És akkor itt is ugye a duplikétnél. Persze, hogy nem így. Ugye itt 40 másolatot csinál belőle, és itt nem az X értéket húzzátok el, hanem az Y értéket húzzátok el, és ezt a rectangle-t a megfelelő helyre pozícionáljátok, tehát ahol szeretnétek, hogy elkezdődjön, és akkor itt variáltak ezekkel az inkrementumokkal itt a duplikétbe, oké? Tehát mit tudom, hogy nem kell ennyi, de lehet, hogy kell ennyi, meg hát legyen egész, és akkor itt ugye megint az Y értéket kell elcsúsztatni. Gyerekek, tehát látjátok, ez nekem is egy kicsit ilyen try and error, hogy ugye azért annyira tudatosan nem lehet ilyen komplexitású projekteket könnyedén így vinni, hogy csak nekem nem megy, teljesen mindegy. De sikerülni fog, ne aggódjatok, meg fogjuk ezt oldani, és nagyon magányok leszünk. Oké, és jó, tök jó, megvan a raster, amit szerettünk volna megcsinálni. Most megcsináljuk végre ugye a background színünket. Nem kell ide még egy merge, hanem ezt bekötjük az előtérbe, és ez legyen a háttérbe, és akkor ugye hoppá, és már ott is van a színünk, látjátok? Tehát csináltunk egy ilyet, most ugye annyit játszhatunk még vele nyilván, hogy itt a backgroundnak a színét azt kicsit sötétebbre vehetjük, hogy ne ennyire térjen el, kimásoljuk a színkódot. Sötétebb lett? Hát egy kicsit igen. Megint kimásoljuk a színkódot. Oké. Visszamegyünk megint ide, egyel feljebb, és ugyanígy, hogy a másik függőleges vonal is jó legyen, bemásoljuk oda, és talán egy kicsit barátságosabb lehet. Hozzá kell adnunk 3D image plane-eket. Annyit, amennyi merge-ünk itt van, meg amennyi, hogy mondjam, sorunk itt van, vagy
tehát amit össze akarunk vonni, azt nyilván összevonjunk, de amit nem akarunk összevonni, azokat külön image plane-ekkel fogjuk majd vezérelni, és mutatom, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Most csak így random, így hozzá illesztünk sok image plane-t, és akkor majd ebben annyit használunk, amennyit akarunk, ez most nem kell ide, ez se kell ide, és akkor ugye itt ez a backgroundunk, ez biztos, hogy külön fog, igen, ezt külön kell vezérelnünk, tehát ugye ezt külön bekötjük ide, aztán itt a merge-öt kitöröljük, mert nincsen rá szükségünk, és itt a duplikétet fogjuk összekötni ezzel az image plane-nel. Közben ugye ezt bedobjuk, hogy lehessen látni, hogy mi történik. Majd ki fog tisztulni, ne aggódjatok, tehát ez egy ilyen 3D navigációs felület. Oké, okay. Merge, töröl, duplikétet átkötjük az image plane-be. Merge, töröl, duplikét, átköt. És akkor szépen átépítjük oda ezeket a 2D dolgokat, átrakjuk 3D-be. Igazából most azt csináljuk, és akkor szupika, menni fog ez. Jó, itt is törölök, és akkor kitöröljük a francba, és akkor nem lesz problémánk, és akkor most ugye bár ott tartunk. Na, itt mondjuk pont nem kellett volna a merge-ot kitörölni, mert ugye itt az egész backgroundot szeretnénk vezérelni, amit szerintem elég, hogyha akkor ezt bekötjük oda. Tudunk onnan bekötni? Nem, de innen igen. Jaj. Szupa. És akkor igazából mindenünk itt van, ami a 2D rajz esetében is megvolt. Egyébként itt úgy tudtok navigálni, tehát úgy tudtok ebben a 3D térben navigálni, hogy a kontrollt lenyomva az egérgomba tudtok kibe nagyítani, az altot lenyomva az egér, középső egérgombot nyomva tartva tudtok így igazából minden irányban ebben a 3D térben működni, és ez tök jó dolog. Oké, amit még hozzá kell adni mindenféleképpen, az egy kamera, és ezt a kamerát ezt bekötjük ugye ide, és látjátok, hogy mindjárt a kamera képét azt megmutatom nektek, hogy itt ezt a tehát most visszarakjuk igazából ide, hogy két nézetet lássunk, merge 3D2-t azt ide rakjuk, és akkor látjátok, hogy a kamera az hol helyezkedik el, és hogy hátrafelé húzod a kamerát, idő után, ugye már benne van a képbe, akkor elvileg meg kell, hogy jelenítse, de nem jeleníti meg, miért nem? Ja igen, azért, mert kell egy 3D renderer, így van, és a 3D renderert azt meg ugye innen kötjük be oda, és hogyha ezt dobjuk le oda, akkor van az, hogy a kamera egy idő után fogja mutatni a megfelelő képet, ha jól gondolom. De valami hát nem mutatja. Pusztulj meg. És hol van a backgroundunk? Hol van a backgroundunk, gyerekek? Jó, oké, ennyi volt, ki kellett törölni ezt a szart, és akkor mindentől ezek szerint látszik, akkor oké, a 3D renderen, ja igen, azért nem látszanak az alakzataink, mert egy síkban van mindennel, és azt kell csinálnunk, hogy itt a backgroundot, tehát ugye ezt magát, ezt most kijelöltem, és ezt el fogjuk tolni egy kicsit hátrafelé, és mutatom, hogy hogyan, tehát így, hogy kijelöltétek, látjátok ezt a három ilyen navigációs valamit? Ugye ezek a tengelyek, tehát itt van X tengely, Y tengely, a kék a Z tengely, és ugyanígy tudtok forgatni tengelyek szerint, tehát Y tengely, X tengely, Z tengely mentén tudtok forgatni, tök egyszerű, és igazából
Azt kell csinálni itt a backgrounddal, hogy itt a kamera képén lehessen látni, hogy egy nagyon kicsit hátra tolod. Voilà, és már ott is van. Nagyon örülünk neki. És ugye térjünk vissza még egyszer ide, és ugye fel kell nagyítani a backgroundunkat, mindenféleképpen fel kell nagyítani, mert ki fogunk belőle lógni, ahogy forgunk a kamerával. Mondjuk nézzünk itt egy olyat, hogy most mit csináltam. Nézzünk itt egy olyat, hogy transformot tudunk-e mögé kötni? Hát nem vagyok benne biztos, de megpróbáljuk. 3D transform, na, ez jó lesz, megnézzük. És tudunk-e olyat, hogy scale, tudunk, de valami miatt nézzük meg, hogy ugye ez a rendererünk, lehet, hogy csak a kameránkat kell hátrébb húzni, és működni fog a dolog. Nézzük, hogy itt látjuk a kamerán képét, és mi van akkor, hogyha itt a transformban adunk rá. Ja, működik. Működik. Tök jó, akkor ezt fogjuk csinálni, kicsit hátrébb húzzuk ugye a kamerát. Jó, mondom ugye ezt. Na. Ugye, így. És akkor a kamerát hátra húzzuk, és így meg tudjuk ugye a transformal nagyobbítani a hátterünket tetszőleges óriásira, amekkorára szeretnénk, és akkor innen fogunk kilódni belőle, szupi. Na, helyben vagyunk. Innentől tökre nem lesz nehéz az, amit csinálunk. Esküszöm, azt komolyan mondom nektek. Na. Fordítsuk el a kamerát, hogy ugye perspektívában lássuk az egészet, amit akarunk csinálni. Ennyi ideje megy ez a felvétel, basszus. Egy órája, azt a kurva élet. Az szép. Na, és akkor kicsit visszamegyünk a kamerával. Tök jó. És átváltunk ide, és kicsit fordítunk a kamerán. Mondjuk így. Megint visszafordítunk erre, és akkor ugye így betoljuk, hogy egy kicsit oldalról lássuk ezt az egészet. Kicsit hátrébb jövünk. Lehet még egy kicsit ugye forgunk arra. Még jobban oldalról lássuk. És akkor ez itt tök jó lesz. Igen, na, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy itt igazából egy dolog van keyframezve, az, hogy az a valami ugye egy másodperc alatt körbeér, tök jó. És ugye amíg körbeér, addig ugye ez a kör, tehát ugye ez a kör, ez emelkedjen ki egy kicsit. Oké. Okay. Egyből kezdjen el kiemelkedni. Itt akkor be keyframezzük, ugye itt, erre rámegyünk, és itt a transformnál gyakorlatilag ezt be keyframezzük úgy, hogy mit fogunk csinálni, egy translation-t fogunk csinálni, Z tengely mentén, mert ugye így erre jön a Z tengely, súgy, az úgy megy, de igen, tehát itt ez a Z tengely, látjátok? És akkor a mentén fogjuk kijebb húzni ott az alakzatot, fasza. Itt kezdődjön el, mondjuk, mit tudom én, idáig már jöjjön ki, tehát mondjuk 20 frame alatt már jöjjön ki, és akkor itt lerakunk az énél egy keyframe-et, és itt, hát mondjuk, mit tudom én, 25 frame-nél jöjjön ki egy kicsit. Hoppá, viszont ugye nem is ezt fogjuk, hanem egy tök mást. Na jó, vissza ehhez. Ugye itt nem raktuk le a keyframe-et, megtesszük, lerakjuk keyframe-et, mondjuk 25-nél emelkedjen ki translation, és itt is nagyon finoman tudjuk ezeket a paramétereket finom hangolni. Lehet, hogy egy kicsit addig a timeline proxy-t azt leveszem, ameddig ezeket csináljuk, mert sokkal szebben látjuk, hogy mi történik. Tehát egy kicsit ugye ezt most kiemeltem, látjátok? Ami így fog kinézni.
Nézzétek! Elkezd kifelé jönni. Igazából már elkezdődött, csak tehát annyira nem látjuk, mert igazából nagy méreteket nem jöttünk kijebb. Hát kicsit kijebb jövünk akkor. Úgyhogy... Back. Miért ilyen basszus? Hát ugye... Valószínű azért, mert ugye itt van beállítva a proxy. Auto proxy, ezt kivesszük. És akkor... Itt meg ezeket visszaállítjuk, hogy ne egyszerre mindent állítottunk el. Jó, oké. Okay. És akkor azt annyit szedtük ki, ugye egy másodperc alatt annyit jön ki, látjátok? Tehát ugye ennyit. Ennyit jön ki. Jöhet még ki egy kicsit jobban. Jöjjön még ki egy kicsit jobban. Mondjuk ugye ennyire. Szuper. Lehetne a mozgást a spline-nál finom hangolni, tehát egyszer megmutatom, hogy miről van szó, és akkor fogjátok látni, hogy megnézitek, hogy ez image plane 3D 1, alsó vonal 1. Megkeresitek image plane 3D 1, alsó vonal 1. Oké. Okay. És lehet... Ez offset. Igen. Itt van a paraméter, és akkor lehet azt csinálni, hogy itt látjátok, tehát nulladik frame, meg a mit tudom én, 20-valahányadik frame, ahogy ez keyframe-ezve van. Ezt kijelölöd, nyomsz egy F betűt, akkor ugye egy kicsit a görbét azt elsimítja, és itt az ease in nevezetű, nem tudom, tével kihozza, igen. Ease in, meg az ease out-tal ezt a mozgást tudod finom hangolni, tehát látod, hogy olyan sokkal finomabban áll meg maga az a mozgás. Én most nem fogok veled tökörészni, mert 2 órás lesz a tutorial, hanem inkább mutatom, hogy a többi dolgot hogyan kell keyframe-ezni. Jó, jövünk lejjebb. Ugye ez mi lesz? Ugye ezek lesznek a kis pontok. Tök jó. Csináljunk egy olyat, hogy ugye ezeket a kis pontokat, ezeket is ugye így előrébb húzzuk, méghozzá úgy, hogy ugyanúgy nullánál induljon el, és akkor tehát translation ki van jelölve, leraktunk egy keyframe-et, és mondjuk így a 40. frame környékéig tartson a mozgás, és az jöjjön ki egy kicsit jobban, kicsit erőteljesebben. Jó, szeretném még továbbá azt is, hogy elkezdjen azok a pontok, azok, ahogy kiemelkednek, elkezdjenek forogni, sőt már előtte. Kezdjenek el forogni. Rotation, a Z-tengely mentén keyframe-et lerakom, majd egészen eljövök a végig, mondjuk nem tudom, hogy miért 300 frame-es ez a, vagy 750 frame-es ez a kompozíció, ez egy kicsit durva, úgyhogy 300 frame-ig fogjuk meganimálni, és abba hagyjuk. És akkor mondjuk 300 frame-nél a rotation legyen mondjuk 360 fok. És akkor, ha jól gondolom, akkor ez így most működni fog. Jó, vissza a proxikat. Hát nem egészen így gondoltam. Itt is ugye lehet szépíteni a mozgáson azzal, hogy spline-ba megkeressük ImagePlane 1-1-1. Jó, csináljuk meg. Ezt még azért csináljuk meg. Itt offset, rotation. Mondjuk itt van a rotation-nél, és itt ez a cuccos offsetet nem bántjuk. Legyen a rotation-nél itt ez, hogy csak ez. Legyen egy F betű, simítsa ki. És mennyire szépen indul el, Istenem, gyönyörű, nagyon tetszik. És akkor itt igazából vége lesz a 300. frame-nél, vége lesz az animációnak, tehát ezt szerettük volna csinálni, és mindent így tudtok keyframe-ezni. Most akkor jön a kövi ilyen rész, ami pedig ez a valami. Most ugye megnézzük azt, hogy jó, ezt is gyorsan transformnál lerakjuk a
translationnél ugye a keyframe-et nullánál, és mondjuk itt a 60-ra jöjjön ki, köszi, rondán nézett ez is ki, proxy, auto proxy, ezeket leszedjük addig is, és akkor látjuk, hogy meddig emelkedik ki, hát emelkedjen ki mondjuk, nem is tudom, eddig, majd szépen finom hangoljuk ezeket, nem tökörészünk rajta, következő az lesz ugye ez a kerékszerű valami, aztán itt is nullánál maradjon ott, fasza, és akkor 25-nél meg én már szeretném, hogy ez kiemelkedjen, mondjuk valahol oda, mondjuk itt ugye ez úgy nem tetszik, ahol van, ugye itt van teljesen kint. Legyen ott, tehát semmi szerepe nincsen, hogy hol van. Fogjátok érteni, hogy mi ennek a lényege, és akkor ugye, ezt nem akartam oda rávariálni, hanem ugye a render képünket akarom mondjuk nézni, tehát amit a kamera mutat, és ugye ezt mutatja a kamera. Jó, ezt majd lejátszuk akkor, amikor majd a proxyt úgy csináljuk, és akkor fasza, jó, ez a valami, ez pedig forogjon. Méghozzá úgy, hogy ugye itt kezdje el a forgást, rotation x-nél mondjuk, és akkor egészen a 300. frame-ig forogjon, mondjuk mínusz 180 fokot, hogy ugye ugyanabban az irányba forogjon minden. Oké, és akkor nézzük meg, hogy így mi. Miért ugrik vissza? Ugye? Az a valami, az miért ugrik vissza? Igen, mert egy dupla keyframe van ott lerakva, hogy így nézem. Igen. Ugye ezt a keyframe-et, ezt felszedjük, és akkor még egyszer pontok, kicsit jobban kihozzuk. Ez ugye itt azért kicsit jobban kiemelkedjen. Jó, akkor ugye ez a valami. Jó. Rendben, és ez csinálja azt, hogy mondjuk innen, ahogy összeért, itt lerakjuk a keyframe-et, és sutty, és most érjen előre. Hogy mondjam, tehát így jöjjön mondjuk ide. Megszínezzük az egészet. Ilyen mindenféle ilyen érdekes színnel feldobjuk, és kész. Na, egy-két dolgot közben megcsináltam. Megváltoztattam ugye a színét az anyagoknak, és a legnagyobb változtatás az talán az, hogy a hátteret visszakicsinyítettem, tehát ezt a transform nódot azt levettem róla, és négy darab ilyen 3D duplikét nóddal minden irányban megnöveltem úgy, hogy a raster az nem változott. Igazából ennyi. Kicsit az időzítéseket, azokat finom hangoltam, tehát most ugye egy ilyen végeredmény az, aminél jelenleg vagyunk, tehát egy ilyen részeredmény, és akkor a következő, amit megcsinálunk, az pedig az, hogy csinálunk egy Merge 3D nódot,
És ezekből, amik kijönnek, azokat rákötjük erre a Merge R&D node-ra. Így, és utána visszavezetjük ide. Jól, és itt pedig lekicsinyítjük. Viszont valamit nem kellett volna rákötni. Ezt. Igen. Igen, tehát erre nincsen szükség, mivel a hátterünket nem szeretnénk lekicsinyíteni. Így azt csináltuk, hogy gyakorlatilag ezt, ami eddig megvolt, ezt duplikáltuk, lekicsinyítettük, és visszafűztük ide ebbe a merge node-ba, és így, nézzétek csak, tehát... ugye ez az, amit tehát ez ennek a közepe. És igazából ennyi. És ha még nagyon precízek vagyunk, akkor még itt is keyframe-elhetünk így dolgokat, tehát mondjuk mindjárt, hogy elindul. Hát csináljunk olyat, hogy mindenféleképpen Z-nél egy elfordulást azt csináljunk, hogy ugye ne teljesen ugyanúgy kezdődjenek. Mondjuk valahogy így. És... és itt, amikor ez a mozgás ez befejeződik, akkor csináljunk egy olyat, hogy mondjuk ideig kihúzzuk ezt egy kicsit jobban. De csak egy kicsit. És akkor így adtunk hozzá egy minimális plusz mozgást, ami mindenképpen a javára válik a kompozíciónknak. Még lehet egy olyat csinálni, hogy itt ugye még egy merge node-ot hozzáadunk. Merge 3D. És akkor... és akkor ugye ezt kellene összekapcsolni vele. Ugye? Nézzük csak meg, hogy lekicsinyítjük, ez nem jó. No, akkor... jó, akkor úgy csináljuk, hogy csinálunk egy merge node-ot. Megint az összeset belefűzzük. Majd ennek a kimenetét visszafűzzük megint ebbe. És akkor elvileg ugyanígy tudjuk így a transformal ezt lekicsinyíteni, és tök jó is működik. Jó. És szerintem azért ez egy nagyon király így, ahogy van. Ezt is egy kicsit elindítjuk kifelé, mondjuk itt, innen. Translation Z-nél keyframe, és akkor mondjuk ez jöjjön ki. Itt ebben a pillanatban mondjuk így. Jó. Oké. Egyetlen egy dolgot kell még megcsinálnunk, az nem más, mint a kamerának a mozgását kell beállítanunk, és
Sutty. Ugye itt vagyunk. Állítsuk vissza a kamerát alappozícióba. Most mi vagyunk? Kamera. Igen. Kamerát állítsuk vissza az alappozícióba. És elvileg sutty. Meg is vagyunk. Tehát mondjuk ez lehetne egy kezdőképünk. Csináljuk úgy, hogy egy ilyen beközelítéssel indítunk. Mondjuk valami ilyesmivel. Így. És elindulunk úgy, hogy itt most mindent keyframe-ezek. És elindulunk úgy, hogy hátrafelé szépen kitávolítunk. Itt ugye megállunk. Lehet, hogy sokat mentünk. Nézzük csak. Kamera. Jó. És akkor ezt kijelöljük. Ajajajaj, gyerekek. Elveszek néha az ilyen dolgokban bizony. Jó, kamera. Kijelöljük. Elhúzzuk, és akkor nem raktuk le a kezdő keyframe-et, rohadt életbe már. Oké. És nem is ez kell, hogy legyen a... és akkor ezt még közelebb rakjuk. Hát ez ilyen, gyerekek. És akkor most meg azt szeretnénk, hogy kameránk az elmegy ebbe az irányba, erre bemegy középre, közepebbre, és elfordul, mondjuk így, még egy kicsit eltoljuk, elfordítjuk, kicsit beközelítünk, jó. Okay. És mondjuk csinálunk egy olyat, hogy elfordítjuk erre a kamerát, elfordítjuk kicsit erre, majd nem is tudom, valami, valahol így, itt, így megállunk a kompozíciónkkal. Ezt elnyújtjuk, hogy legyen benne egy ilyen érdekes mozgás a végén. Az a helyzet, hogy még egy kicsit ezt az egészet begyorsítjuk az elején, mert nem látszik ugye ez a térbeli mozgás. És még így sem látszik. Jó. Igen. Ez így jó lesz. És akkor szépen a spline-okon kicsit dolgozunk. Úgyhogy
kamera, itt vannak a kamera értékei. Hát minden legyen ilyen F betűs, hogy legyen ezeknek a mozgásoknak egy ilyen minimális ilyen átmenete. Jó. Jó. És akkor ez túl gyors ez a mozgás. Valami ilyesmi mondjuk. Ezt a mozgást gyorsabban szeretném megjelenítetni. Hogy ugye látszódjon az, hogy szétcsúszik ez a kompozíció, és akkor szerintem elég jokik vagyunk. Itt meg lehet olyat csinálni, hogy ugye 300. frame-ig vagyunk, addig dolgozik itt nekünk a program, és akkor ott még egy kicsit, egészen odáig mondjuk kitávolítunk. Fogjuk meg a kamerát. És úgy. Nagyon kicsit kitávolítunk a vége felé. Na, tehát valószínű most jól fog kinézni. Igen. Igen, tehát a végén is van egy minimális mozgásunk, és organikusabbá válik így a látvány. Jó, szuper. Azt kell még megcsinálni, hogy ugye itt a kameránál megnézzük azt, hogy itt a controls-ba hogyan van beállítva, itt mindenfélét be lehet állítani, tehát ugye 35-ös, mint hogyha 35-ös hobbival lenne ez felvéve, most úgy van ez ugye megcsinálva, és focal plane. Igen, itt lehet majd rajta még finom hangolgatni. Azzal lehet még rajta reszelgetni kicsit, hogy itt a renderer-be kiválasztjuk software renderer helyett, hogy OpenGL renderer. Itt az accumulation effects-be, enable accumulation effects, és itt ugye a quality-t kell egy kicsit ugye finom hangolni. Amount of depth of field blur-rel lehet ugye egy kis mélységélességet hozzáadni. Na, se rossz dolog. És ugye a legjobb az egészben, hogy itt, hogyha visszamegyünk ilyenkor a kamerába, akkor azzal, hogy változtatjuk ezt a focal plane faktort, azzal lehet bizonyos részeket élesebbé, vagy kevésbé élessé tenni, és ezzel tudunk egy olyan látványt magunknak csinálni, mint hogyha tényleg kamerával lenne felvéve az egész. Jó, tehát igazából itt ezt a depth of field blurt kell állítani, és akkor annak a fényében érdemes finom hangolgatni itt a focal plane értéket. Most gyorsan én megcsinálom ugye ezeket a finom hangolásokat még, hogy jól nézzen ki a végeredményünk. Tudom, hogy milyen lett a végeredmény, srácok. Szerintem nagyon jól sikerült. Nem is szaporítanám tovább a szót, mert nagyon elhúzódott ugye ez a mai tutoriál. Iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a jövőbeli DaVinci Resolve-os és videográfiával kapcsolatos tartalmakról. Örülök, hogy velem tartottatok. Sziasztok!